Az iskolai tanév végével megkezdődtek a nyári gyerektáborok. Híradónk stábja egy olyan táborba tett látogatást, ahol közel 800 gyermek és ugyanennyi felnőtt táborozott. Hatalmas választékból lehet minden évben tábort kiválasztani. Egyik fontos szempont, hogy elnyerje gyermekeink tetszését, ám ezek ára nem mindig zsebbarát. Egy egyhetes tábor átlagosan 6-700 lejbe kerül, de van természetesen olyan is, ami ennél jóval drágább. Nyárádszentlászlón járunk, ahol éppen egy gyerektábortól hangos a falu. Közel 800 gyerek játszik és tevékenykedik a táborban elérhető áron. A táborban a jegyek napok alatt elfogytak, és Erdély több területéről érkeztek a családok. Nagyon nincsenek ilyen táborok, és a családos szülők kivannak úgymond éhezve arra, hogy elmenjenek valami olyan helyre, ahol relatíve minőségi foglalkozást tudnak nyújtani a gyerekeknek. Úgy gondolom, hogy így harmadik évre is ugyanazt a szintet meg tudtuk tartani, mint az elsőben. A gyerekek összesen 42 kézműves tevékenységen vehettek részt, és szemmel láthatóan jól érezték magukat, így jó kedvel meséltek stábunknak kedvenc tevékenységükről. Voltak például a batikolások, meg a kőfestés. Én például körmöcskéztem, mert csomó fajta volt, és nekem az eléggé megtetszett, meg fűztünk gyöngyöt is. Elég sokféle foglalkozás van. A szülők pedig olyan előadásokat hallgathattak, ahol a gyereknevelésé volt a főszerep. Tavaly itt jártunk, nagyon megfogott, élvezték a gyerekek, 3 napra szóló nóta volt, és emiatt az idén picit nehezen jutottunk a jegyekhez, de sikerült, mert nagyon hamar elkapkodják. A tábor azért is örvend ekkora sikernek, mert nem csak a gyerekek szórakozhatnak, hanem a szülők gyerekeikkel együtt játszhatnak.